A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. Azt éreztem, hogy nagyon élvezem, és egy edzést sem akartam kihagyni, szóval még betegen is elmentem az edzésre, és nem tudom, nagyon élveztem. Talán ez az elhivatottság az, ami Érdi Máriát kiemeli a többi fiatal vitorlázó közül, hiszen az U19-es világbajnok korábban akár fel is adhatta volna az álmait. Apukám, ő a legnagyobb segítségem, meg ő is mondta, hogy kezdjek el lézerben vitorlázni, amikor nem ment a két személyes hajóosztály, mert nem találtam embert, akivel együtt vitorlázzak, és amikor elkezdtem lézerezni, akkor Csomai József, ő tanított meg a lézerezés alapjaira, és most meg Eszes Tomi, igazából neki köszönhetek mindent. Főként külföldi versenyzőkkel foglalkozom, és egyedül Érdi Mária volt az, aki tényleg olyan tehetségesnek láttam ebben a korosztályban, hogy kiemeljem, és saját anyagi hátteret biztosítsunk hozzá, hogy az ő programja az a lehető legjobban működjön. Mári 2010-től hobbi szinten, 2012-től pedig már versenyszerűen vitorlázik. 2013-ban a Byte világbajnokság után ott akkor keresett meg az Eszes Tomi, és elém rakott egy programot, hogy akkor szeretném ezt csinálni, és hogy akkor ezt támogatja anyagilag. Teljesen mondhatni megváltozott az életem, mert télen egyfutában edzőtáborokba járok, és sokkal több külföldi versenyen veszek részt. Három évvel ezelőtt láttam őt Magyarországon először edzőtáborba, illetve versenyen itt a Balatonon vitorlázni, és akkor már felfedeztem azt, hogy gyakorlatilag elég szépen ül a hajóba, és egy jó mozgású hölgyről van szó, aki későbbiekben versenyzővé válhat. Ő akkor kezdett vitorlázni, gyakorlatilag az volt az első éve, amit úgymond hajóba töltött és versenyeken megjelent. A világbajnokságra készítettem már ifjúsági versenyzőket, és volt egy szlovén, illetve egy magyar versenyzőm, akkor Jadnai Jonatán. Mindketten dobogós helyért küzdöttek abban az évben, és az edzőtáborban meglepően gyengébb szélben a Mári tudta tartani velük a lépést, tehát szorongatta már őket, ami pozitív visszajelzést adott abból a szempontból, hogy ha foglalkoznánk egy kicsit többet vele, akkor a Máriból is lehet élversenyző. Igazából három nagy verseny van, aminek nagyon örülök. Az első az júniusban volt, amikor a világkupára sikerült kijutnom. Ott persze ott hat hajót vertem meg, mert ott a világ legjobbjai voltak ott tényleg, az olimpikonok. Aztán júliusban az ifjúsági Európa-bajnokságon nyerni tudtam. Ennek nagyon-nagyon örültem tényleg. És most augusztusban, Kingstonban pedig a világbajnokságot sikerült megnyernem. Nekem az a célom, hogy 2020-ban az olimpián sikerüljön jól mennem, és hát megpróbálok Rióba kvótát szerezni novemberben.